Sziasztok! Üdvözlök mindenkit újra a csatornámon! Ahogy láthatjátok, a mai videómban a körömlakjaimat fogom kiszelektálni. Posztoltam erről a káoszról egy fényképet az Insta sztorimban, és kérdeztelek titeket, hogy szeretnétek-e egy körömlak szelektálós videót, és a legtöbben igennel szavaztatok, úgyhogy ma elhoztam nektek ezt a káoszt, amit itt láttok előttem. Először is néhány extra info, amit mindenképpen meg kell veletek osztanom. Ha esetleg bármiféle háttérzajt hallottok, azért előre is elnézést kérek. Még zajlik a lakásfelújítás, csempézés éppen folyamatban van, úgyhogy ezt hallhatjátok. Ezért elnézést kérek tőletek. Másik, amit pedig itt láthattok, a körmöm le van vágva, nincs kifestve, hiszen a lakásfelújítás és a hosszú festett köröm nem nagyon fért össze, úgyhogy megszabadultam tőlük. Egyébként a saját körmöm volt, amit a legutóbbi pár videómban láthattatok, már elég szépen megnőtt, viszont most levágtam, mert így sokkal kényelmesebb és praktikusabb. De nem is ez a lényeg most, hanem az, hogy ezt a kis rendetlenséget fogom most itt veletek együtt rendbe tenni. Úgyhogy, ha kíváncsiak vagytok rá, akkor tartsatok velem. Az elején még szépen sorban és szín szerint rendezve voltak a körömlakjaim, viszont ahogy kinőttem ezt a tárolódobozt, így a rend is felbomlott. Úgyhogy szerintem kezdem akkor így sorban, ahogy jönnek a körömlakok. Az első, ami teljesen biztosan marad, ez az Essence Better Than Gel Nails nevű fedőlakom. Ez az egyetlen egy fedőlak, amit használok. Imádom, nagyon gyorsan megszállítja a legolcsóbb 300 forintos körömlakot is, és nagyon-nagyon szép fényessé teszi, és tartósá. Az alapozó lak, amit mindig használok, ez pedig a Miss Sportinak, ez az Expert 5:1-ben alapozó lakja, úgyhogy természetesen ez is marad. Van itt jó néhány csillámos fedőlak, ezt mindenféleképpen megtartom, ez volt az esküvőmön a körömlak, amit a nude színű lak felé felkentem, ez egyébként egy Candy Shine nevű Miss Sporty Glitter Effect körömlak, amiben fekete, nude és aranyszínű csillámok vannak, ami gyakorlatilag az egész esküvőmet körülölelte, a fekete, az arany és a nude szín, úgyhogy ez természetesen marad. Ez egy elég régi Manhattan Glitter Effect kék színű körömlak, amit egyébként szerettem, viszont nem biztos, hogy szükségem van rá, de mivel még nincs beszáradva, úgy látom, egész jó állapotban, úgyhogy ő még marad. Itt van ez az Essence Nail Art Special Effect fedőlak, ami úgy látom eléggé, sőt, gyakorlatilag totálisan be van sűrűsödve, tehát ő megy a sűjesztőbe, nem fogom megtartani. Még egy Miss Sporty Fantasy kollekcióból származó holografik effektes körömlak, ami még marad, mert úgy látom elég jó állapotban van, és a hosszú körmön nagyon jól tud mutatni egy ilyen csillámos ezüst színű körömlak. Ez a L'Oréal-nak egy konfetti nevű fedőlakja, amit nagyon-nagyon szeretek, egy fekete vagy fehér körömhöz nagyon jól tud mutatni. Nagyon szeretem, amikor ilyen kis keverő van benne, úgyhogy ez természetesen marad. Itt van két Essence körömlak, az egyik egy elég érdekes szürkés színű körömlak, a másik pedig ez a kék színű, nem tudom, ez egyelőre megy a kukába, még a végén meglátom. Maybelline Colorama 23-as számú fekete körömlakja teljesen biztos, hogy marad, a legjobb fekete körömlak a világon szerintem. Itt van még egy Essence, ez a Rock'n'Roll Metal nevű base coat, tehát ez egy alapozó lak, nem igazán használtam, úgyhogy szerintem ezt ki fogom selejtezni. Ez a Catrice Broken Glass Effect fedőlakja, ami nagyon-nagyon szép, apró kis, tényleg, mint hogy ilyen törött üvegdarabok lennének benne, gyakorlatilag nagyon jó állapotban van, úgyhogy ezt biztosan megtartom, mert egy fekete vagy fehér körömlak, nude körömlak felé szerintem nagyon jól tud kinézni. Itt van a Catrice-nek a Soft Blossom, szerintem ez egy tavaly tavaszi kollekciójából származó körömlak. Ezt biztosan megtartom, mert ez egy nagyon szép nyárias, lilás, rózsaszínes szín, és ami a kedvencem ebben a körömlakban, hogy virágillata van is. Aztán itt van az Essence-nek ez a Secret Stories kollekciójából származó, nagyon szép, picit barnás, rózsaszínes körömlak. Ezt biztosan megtartom, mert ezt ősszel nagyon szeretem használni.
Aztán az abszolút kedvenc nude körömlakom az H&M-től, ez a Milky Tea nevű szín. Nagyon-nagyon szeretem, szuper jó minőségűek az H&M-es körömlakok. Itt van a legújabb szerzeményem, a Maybelline Colorama 13-as színe, ezt láthattátok szerintem Insta Story-ban is, posztoltam róla képet, csodálatos barbis rózsaszín természetesen marad. Itt van az az lila körömlak, amit nagyon sokan kérdeztetek már. Szerintem több videómban is láthattátok ezt a lila színt a körmömön. Ez az, amit használok, ez a Dior márkájú, gyakorlatilag egy teljesen no-name 300 forintos körömlak, viszont elég sok színen van belőle, meg fogjátok látni. Két rétegben már nagyon szépen fed, és egész tartós is az árához képest, ilyen fodrászkellékes boltokban, vagy pedig 100 forintos boltban tudjátok beszerezni. Szerintem ez a szám, ez a 44x3, de elég fura, nem nagyon tudok rajtuk mindig elmenni. Van egy hasonló, nagyon hasonló színű Miss Sporty körömlakkom. Ez egy picit, ahogy láthatjátok, kevésbé élénk lila szín. Szerintem ezt nem is fogom megtartani, mert ez az, amit szinte kizárólag használok. Van itt még egy Catrice Moon Rock Effect Nails nevű termék. Ez egy olyan barna, csillámos körömlak, ami abszolút nem az én színem. Ezt szerintem tovább fogom adni valakinek, aki jobban szereti az ilyen metálos, barnás körömlakokat. Két ilyen Rimmel Super Gel nevű körömlakom van, ez a két Moss kollekcióból származó 012-es, ez pedig egy 013-as szín. Mind a kettőt megtartom, bár ezt ritkábban használom, ezt a szürkés lilás színt nagyon-nagyon szeretem. Egyébként nagyon jó minőségűek, és már egy rétegben is szuper jól fednek. Itt már fejjel lefelé van állítva, ez a menta zöld színű körömlakom, amiből régebben volt több menta zöld lakom, de úgy látom most már csak ez az egy van belőle. Ezt teljesen biztosan megtartom, ugyanez a Dior márka, 61x6-os a száma, nagyon-nagyon szép tavaszi-nyári fagyi színe van. És akkor most már kezdem átlátni itt az alsó sort, ami még így helye közel szín szerint rendezve van itt. Itt van a következő Maybelline Colorama lakom, ami már a sokadik a kollekciómban, ez az 52-es színű. Egyszerűen imádom ezt a babakék színt, csodálatos, hosszú, rövid körmökön, mindenféle köröm hosszon nagyon jól mutat. Van itt egy elég régi Miss Sporty körömlakom, szintén ez a türkiszkékes vonal, és ebben is van fel kis kavaró, úgyhogy teljesen jó állapotban van, ezt biztosan megtartom. A következő, ez egy ádenes körömlak, aminek nagyon-nagyon szép, különleges, ez a szilva lila, szilvakék, nem is tudom milyen színe van, viszont nagyon-nagyon régi, ezért muszáj megnéznem, hogy még használható-e. És igen, ezeknek az az egyetlen baja, hogy ezek egy-két rétegben még nem biztos, hogy olyan jól fednek, hát inkább három rétegben szerintem. Úgyhogy ez teljesen biztos, hogy marad. A következő, erre nem is emlékeztem. Szintén egy Dior márkájú körömlak, 5x2-es sorszámmal, ha minden igaz. Ez is egy kék szín, viszont teljesen más, mint a korábban látott kékek, ahogy itt láthatjátok, úgyhogy ő is fog maradni a kollekciómban. Jaj, még egy kék körömlak, amit egyszerűen imádok. Ez a Julie Rose márkának szuper jó színű, különleges körömlakjai vannak. Viszont szerintem, ő lehet, hogy nem, de a többi szerintem már beszáradt. Wow, ő még nagyon jó állapotban van, úgyhogy ő biztos, hogy marad. Itt van két Shi márkájú körömlap. Az egyik egy nagyon-nagyon szép metal finisű királykéklak, a másik pedig egy ilyen fura kék, ami egyébként már így ránézésre sem tetszik, és már nagyon rég használtam, úgyhogy ő megy a kukába. Viszont őt megnézem, hogy használható-e még. Aha, ő még egész jó állapotban van, úgyhogy ezt megtartom, mert ez egy nagyon különleges színű, nagyon szép metálfényű körömlak. Van itt egy zöld, ez az igazi fűzöld Astor's Fashion Studio körömlak. Szerintem ezt leárazva vettem valami Rossmannban. Ezzel az egyetlen problémám az,
hogy hiába teszek alá a lapozólakot, megfogja a körmömet, de annyira különleges színe van, hogy adok neki még egy esélyt, úgyhogy őt még nem szelektálom ki. Van itt még egy zöld színű, hát ez inkább ilyen libakaki zöld, hogy úgy mondjam, ez egy agentemes körömlak. Ezt a barátnőmmel szúrtuk ki, amikor az agentemben kuvályogtunk együtt, ami elég gyakran előfordul, és ő is nagy körömlakmániás, szerintem lehet, hogy még nagyobb kollekcióval rendelkezik, mint én, és mind a ketten vettünk egy-egy ilyen The Van nevű körömlakot, szerintem ez limitált kiadású volt, nekem nagyon-nagyon tetszik a színe, úgyhogy természetesen marad. Még mindig kék körömlak, ez egy nagyon szép, királykékes körömlak, viszont ugye, ahogy láthatjátok, szinte teljesen ugyanolyan, mint ez a Dior márkájú. Itt szerintem csak az egyiket fogom megtartani belőle, és igen, ő lesz az, akit kiszelektálok, mert szerintem ebből egyel több réteg kell, mint a Dior márkájúból így első ránézésre. Valaki olyannak oda ajándékozom, akinek nincs ilyen színű körömlakja. Jó, ez egy nagyon régi, már alig van benne, ezt tutira már beszállott, ez egy Maybelline Colorama körömlak, egy barna szín, egy ilyen bordós barna, ezt meg se nézem, mert ez már biztos, hogy beszáradt. Még egy kék körömlak, ez viszont egy nagyon-nagyon sötét, ez a tengerészkék szerintem, úgy mondják, vagy szürkéskék. Ezt viszont meg fogom tartani, mert ez egy nagyon különleges körömlak. Ez az NYC márkának a körömlakjai nem fednek túl jól, tehát kettő, de inkább három rétegkel belőle, viszont nagyon különleges színe van. Két Freedom márkájú körömlakom van, amit teljesen biztos, hogy megtartok, mert nagyon szeretem őket, ez a márka Pepco-ban teljesen biztosan kapható. Ez egy 403-as nevű szín, ez pedig a Plum Kitten nevű szürke színű körömlak. Szuper jól fednek, két réteg bőven elég belőlük, és a már annyit emlegetett Essence fedőlakkal az összes, így csak a legolcsóbb körömlakok is szuper tartósá tehetők. Ó, még egy szürke körömlak. Erre már nem is emlékeztem. Ez is egy icipici agentemes, nagyon világos szürke körömlak. Ó, hát ez tetszik. Jaj, szegénynek nagyon rossz az ecsete, tényleg össze-vissza állnak a szálai, viszont ezt megtartom, mert ez nagyon különleges szín. Van itt még egy fekete körömlak. Ez Miss Sporty fekete körömlak. Ezt csak azért vettem, mert éppen nem találtam a Maybelline fekete lakkot, és fekete laknak mindig kell lenni a kollekcióban, hiszen gyakorlatilag egész nyáron feketére festem a lábamon a körmeimet, úgyhogy ezért vettem ezt meg, de ez már régi is, és sűrű is, úgyhogy kuka. Még egy zöld, hát ezt imádom, ezt a körömlakot, ez is egy agentemes lak, Olive Grove nevű szín, igazi oliva zöld, szuper tartós, maximum két réteg. Imádom. Jönnek a sárgák, rózsaszínek, pirosak. Akkor kezdjük mondjuk itt. Van ez a nagyon szép barackvirág színű rimmel körömlakom, Peachella nevű szín. Megmondom őszintén, már elég régen használtam utoljára, de mivel úgy látom nagyon jó állapotban van, ezért biztosan marad. Még egy agentemes körömlak, jaj, ez is nagyon szép, ezt is nagyon szeretem, ez a Rose Chiffon nevű szín, rózsaszín, nagyon-nagyon apró aranycsillámokkal, csodálatos. Egy világos körömlak, ez a Safari márkájú pár száz forintos körömlak, ezt viszont ki fogom selejtezni, mert már nagyon rég nem használtam, és bár jó állapotban van, nem az én színem. Egy fehér lak, Julie Rose-tól. Nagyon rég nem használtam fehér körömlakot, viszont úgy látom, ő még elég jó állapotban van, úgyhogy marad. Még több Dior márkájú körömlak, ők a sárgák. Mind a három szín maradni fog a kollekciómban, mert nagyon különleges színek. Ezt a sárgát többször láthattátok már szintén a videóimban a körmömön. Most a legutóbbi kedvenc top 10 nude rouge videómban is ezt a színt használtam, de erről meg már a tetejéről is lekopott a száma, úgyhogy ezt csak így tudom nektek megmutatni. Többen kérdeztétek, hogy milyen körömlakom van. Ez egy nagyon különleges, szerintem napsárgának mondott narancsos szín. Itt 39/2-es van ráírva, természetesen marad, ugyanúgy, ahogy ez a nagyon szép rózsaszín is, ő a 13/2-es. Van itt még egy Dior körömlak, viszont ez egy levendula szín, 44-es sorszámmal,
ő is marad, mert más hasonló színű körömlakom nincs a kollekciómban. Van itt egy nagyon régi Moira körömlakom, ami már teljesen biztos, hogy besűrűsödött, úgyhogy ő megy a kukába. Még egy olyan Moira körömlak, amit szerintem nem fogok megtartani, mert ez nem annyira az én színem. Ó, ez is egy nagyon régi darab, egy Miss Sporty körömlak, biztos, hogy már be van száradva, úgyhogy ő kuka. Egy L'Oréal körömlak van itt, ami szintén régi, viszont szerintem jó állapotú. Ez egy nagyon szép ilyen igazi fuchsia szín, úgyhogy ő marad. Még egy nude körömlak, ő már nagyon-nagyon régi, és ahogy nézem, az nem is olyan rossz. Ez egy picit ez a hideg tónusú szürkés vonal, egy régi Colorama körömlakom, még a 254-es szín, azóta szerintem már változtak, nyilván a csomagolása is változott, a matricája, meg szerintem a száma is, de ezt még megtartom, szerintem ő még jó lesz. Még egy nagyon régi rózsaszín körömlak, ezt már nem fogom szerintem használni, ez egy Manhattan körömlak volt, úgyhogy őtől is megszabadulok. Van itt jó néhány rózsaszín és narancssárga Julie Rose körömlakom. Ahogy mondtam, nagyon szeretem ezt a márkát, viszont ahogy elnézem, ezek teljesen beszáradtak. Még egész jó állapotú, viszont így első ránézésre, nem, azt hittem jobban hasonlítanak egymásra, úgyhogy őt marad. Ez egy csodaszép rózsaszín, nagyon hasonló ehhez a Maybellinehez, amit most vettem, viszont ez biztos, hogy be van száradva, úgyhogy kuka. Ezt imádtam, ezt a körömlakot, annyira szép neon rózsaszínes, narancssárgás színe van, viszont teljesen be van száradva. Ez pedig egy nagyon rikítós, én úgy hívom, hogy sorkihúzó narancssárga, ami viszont még jó állapotú, úgyhogy őt még megtartom. Még egy citromsárga körömlak, amiből van egy dormárkájú is, viszont ahogy látjátok, ez egy jóval világosabb, picit inkább vajszínesebb vonal, ez pedig ez a sárgásabb, szerintem ő jó állapotú, úgyhogy marad. Egy narancssárga körömlak, ami nem hasonlít ehhez a Dior lakomhoz. Ez egy limitált kiadású Manhattan körömlak Bonnie Stage kollekcióból származott. Nem tudom, majd megtartsam-e. Még egy Dior körömlak, egy picit barackos rózsaszínes színvidággal. Őt nem tartom meg, őt viszont megtartom még, lehet, hogy használni fogom. Jaj, itt van még egy narancssárga körömlak, ezt is nagyon szeretem, ez egy chic körömlak, ezt nem olyan régen, idézőjebben nem olyan régen, szerintem egy éve kaptam az öcsémtől és a barátnőjétől, úgyhogy ő marad. Még több NYC márkájú körömlak, ez egy nagyon sötét piros, őt biztosan nem tartom meg. És ez pedig egy narancssárga, és ez egész jó állapotú, ahogy elnézem, és nem hasonlít egyik narancssárgához sem, amit megtartottam, úgyhogy ő még marad. Van itt még két Maybelline Colorama körömlak, a 150-es, ezt imádom, csodaszép nyári pirosas narancssárgás szín, ő tuti, hogy marad, és már majdnem az egészet elhasználtam, pedig egy pár hónapja vettem. Most is ezt tervezem felkenni a körmömre, amint lesz időm és lehetőségem rá. Még egy Maybelline körömlak, ez egy nagyon régi, sötétebb, piros szín. Nem tudom. Annyira már nem vagyok odáig ezekért a sötét pirosakért. Itt láthatok még többet, ez egy Astor. Ez még egy Dior, és gyakorlatilag sose használtam, úgyhogy őt biztosan nem tartom meg. Az Astort nagyon szerettem, viszont ez már legutóbb is eléggé be volt sűrűsödve, úgyhogy őt sem tartom meg. Akkor kizárásos alapon marad a Maybelline. És itt van még egy piros, ez a Catrice-től van, ami viszont inkább egy picit ez a rózsaszínes, pirosas vonal. Nagyon tetszik az új csomagolásuk, hogy ilyen kupakos, és úgy kell utána kinyitni. Ez biztos, hogy megtartom, csodaszép színe van. Egyébként ez a 05-ös It's All About That Red nevű szín. És a végére maradt két rózsaszín. Jaj, ez egy nagyon-nagyon régi Moira körömlakom. Úristen, nagyon imádtam ezt a színt.
már nagyon-nagyon sűrű, úgyhogy őt sem tartom meg. És ez pedig egy nagyon világos, rimmel, picit fényes finisű rózsaszín, őt sem szeretem. Itt láthatjátok a végeredményt, most akkor szépen visszapakolok bele, és megmutatom nektek az előtte-utána állapotot. Itt láthatjátok a végeredményt. Az alsó sorban vannak a pirosak, narancssárgák, citromsárgák, rózsaszínek, szürkés rózsaszínek. Itt vannak a nude színek, zöldek, szürkék, feketék, kékek, fehér, és itt vannak a csillámos fedőlakok. Itt pedig az összes, amit kiselejteztem, ennek egy részét elajándékozom a még használható lakkokat olyanoknak, akik biztosan örülni fognak neki, és szeretik az lakkokat, a másik részét pedig a kukába dobom, mint például az ilyen teljesen beszáradt lakkokat. Úgyhogy ennyi lett volna már a videó. Köszönöm, hogy megnéztetek, találkozunk legközelebb. Sziasztok!